Szervusztok! Megkívántam egy kis tésztát, és van itthon ilyen háromszínű durum tésztát. Elméletileg ebben ugye paradicsompüré, meg paraj, meg ugye sima durumlisz kéne, hogy legyen, de hát nem tudom, hogy ez a mennyiben így van, de egy elméletileg ez egy jobb minőségű tészta. Föltettem vizet, és már forr, beleteszem a forni. Most nem házi tésztát nyúrogatok, hanem ezzel csinálom. Három szelet sonkát elővettem, meg kockázott békönszalonnát, és egy ilyen, hát egy jó 10 dekányit kipirítok, és azon majd kicsit megdúsítom a sonkával, de azon még egy kicsit a paradicsompürét, és egy nagyon picit át fogom pirítani. Most nem annyira, mint a mártás, vagy a pecsenyelénél, de hát csak egy kicsit, hogy a nyersességéből így gyorsabban elveszti, és nem kell annyit forralgatni. Most annyit csinálok ugye, hogy ezt szépen kipirítom. Ez egy ilyen, hát lehet, hogy van 15 deka is. Ennyi, jó? Így ránézésre, 10-15 deka kb. És én mindig ilyen, ezt a dobozos, ilyen fél kilós paradicsom pasztát veszek. Ez minden cég gyártja, az Osantól, ez Lidülös, az Aldi, Tesco, mindenhol lehet ilyet kapni. Ennek kilója 300 valahány forintra jön ki, és ugye kicsit több keverőle, mint a paradicsompüréből, de még akkor is körülbelül fel annyiba jöttök ki, mint hogyha a rendes paradicsompürét használjátok, és nagyon finom is egyébként az összes ilyen. Na, nagyjából szépen megpirult a békön, ilyenkor mehet bele már ez a sonka, és abba a hibába is sokan beleesnek az ilyen tésztáknál, hogy nagyon sok ilyen hozzávalót tesznek rá, de igazán ugye egy jó tésztát csak egy kicsit meg kell ízesíteni. Tehát nem az kell, hogy most sonkát tegyünk békönnel némi tésztával, hanem a tészta legyen a domináns, de ezeknek az ízét is érezzük. Most ennek a felét ráteszem körülbelül, és elkezdem szépen ezt is így pirítani. Addig, amíg egy kis vizet elfor, és így látszik, hogy kezd egy kicsit sötétebb színe lenni, tehát egy picit így még elveszem a nyersességét a paradicsomnak, de aztán lehet, hogy még fogok majd a végén hozzátenni. Most ezt körülbelül a felét tettem bele. Egy pici őrölt bors már mehet bele ilyenkor, és sőt, hát aki szereti, ugye az több, de én a gyerekek miatt nem teszek bele sokat, sose. Azért mondom mindig, hogy ízlés szerint. És amikor már látjátok, hogy nem ilyen narancssárgás a színe, hanem kezd egy kicsit ilyen sötétülni, tehát akkor kezd el átpirulni a paradicsom, akkor jobban kidobja a színanyagát is, meg egy pici plusz ízt is kap, akkor egy pici vízzel fel fogom még húzni. Na, mindjárt jó a paradicsom, egy gereszt fokhagymát most belereszelek, így hogyha nem olyan sokat hőkezelem, akkor intenzívebb ízen marad, de egy geresztő meg nem lesz túl fokhagymás. És ugye még mindig nem sóztam azt a békön miatt, majd amikor föl lesz öntve, akkor fogom megsózni, és megmutatok nektek valamit, csak ez le kell venni a videót. Ez a kis lábos is, meg ez a fazék is, amivel most a tésztát főzöm, ez egy készletből, mert ezt anyukámtól kaptam, és megmutatom, hogy ennek a fedele olyan, hogy ilyen lukacsok vannak rajta, a kicsinek is, tehát ehhez ugye van ilyen kis fedő, és ezen is ilyen lukacsok vannak, kis luk, nagy luk. Ennek egyetlen egy szerepe van, nem kell tésztafőző edényt venni, meg nagy szülőket, hanem nem tudom, hol vettem, mert rég kaptam, tehát ezt előre bocsájtom, hogy jaj, csak ezzel megtalálom a szószt. Előre bocsájtom, hogy ezt már régebben vettem, de hogyha ilyen finom valamit kell szűrni, ugye akkor ez, ha meg nagyobb lukut, akkor ez. És annyi, hogy normál esetben ugye így van rajta a fedő, hogy így veszük, és ha le akarom szűrni, akkor így oldalt annál a résnél, ahol ki tud folyni a víz, ott kell rátenni, és akkor két
mondja, megfogom, és szép óvatosan, lassan úgy le lehet vele szűrni, hogy nem kell szűrő, és az összes vizet ki lehet belőle önteni. Jó, tehát ez csak egy ilyen kis plusz érdekesség, hogy ha lehet ilyet találni, ha néztek edényeket, olyat keressetek, aminek ilyen nagy, magas pereme van, átig is összekoszolhatom ezt is, és akkor látszik, hogy ugye oda teszitek, és annak is ott ki lehet önteni. Jó? Na most már látszik, hogy tökre elfőtte a vizet, meg itt a szélén is elkezd kicsit így kirulni. Ezt nem fogom mondom most rozsdabarnára firítani, csak ennyire én megszoktam, hogy egy kicsit elvegyem a nyersességét, és most visszapótolom a vizet. Egy ilyen kellemes szószos állagot kell majd ugye elérni, és most teszek bele még egy kis ízesítő, mégpedig ilyen, hát ez gyári pizzafűszeres dobozban van, de én ezt már magamnak kevergetem, ez egyharmad rész bazsalikon, kettőharmad rész oregano, és van benne egy ilyen teáskanálnyi kakukkfű összeőrölve, és azt, most épp az előbb csináltam fűszersó videót, de azt is meg tudjátok nézni, a lényeg, hogy ezt is magamnak, ebből egy ilyen teáskanálnyit beleszórok, ilyen csapott teáskanállal, és egy fél, tehát ennyi cukrot adok hozzá. Nem kell ezeknek a szószoknak édesnek lenniük, de a cukorral egy picit a paradicsomnak a savasságát lehet kompenzálni. Természetesen, ha van már friss fűszernövény otthon, akkor azzal sokkal jobb. Én most építem a fűszernövény kertet kint a telken, vagy a hátsó kertbe. Azt is meg tudjátok nézni, rakosgatok fel folyamatosan a videókat, hogy épp hogy állok, mert azért a friss fűszernél jobb nincsen. Jó, ezt is most elforralom, nem sokára megfül a tészta, aztán csak össze kell keverni. Mindjárt kész a tészta, és ezt már levettem takarékra, hogy egy kicsit így ugyogjon, és csak most kóstolom meg, hogy elég sós-e. És így gram sót nem is teszek bele. Jó? Aki akarja megsózni, és nézzetek meg, egy ilyen tök jó kis krémes mártást kaptunk. Van benne ugye bacon meg sonka. És azt, hogy most összekeverjük a tésztával, vagy rászedjük, ez egyedi kérdés, de majd mindjárt megfő a tészt, azt megtárolok egy adagot. Na, a szószból kiszedek egy kicsit, de majd ebbe az edénybe összekeverem a tésztát, de mindig csak annyit, amikor épp valaki éhes, akkor egy adagot bekeverünk, és akkor utána mindig lehet. Nem kell, hogy, látjátok, tehát nem kell, hogy egy tonna legyen, tehát ez így négy önknek egy ilyen adag bőségesen elég, és bőségesen jó íző, és még itt egy csomó marad, és mindjárt kész a tészta. Na, jó is a tészta, és most egyenesen a tészta vízből így forrón, és akkor még nem kell hűtögetni, sem meg melegíteni se az étel. Persze a tésztát itt fél perc múlva leszűröm, és szépen átforgatom benne. Mehet rá a tányérra. Most edelmi sajtom van itthon, de ugye parmezán az nagyon-nagyon jó rá, ha szeretitek meg, ha van otthon. De egy trapista, bármi, amit szeretnétek. Jaj, de jó lesz, hogy megint olvasnak kommenteket, hogy kaparom az edényt. De már immun is vagyok, úgyhogy írjátok nyugodtan, majd nem válaszolok. Na, és akkor egy pici reszelt sajt, és kész. És ezt megint körülbelül egy negyed óra alatt össze lehetett dobni, és lesz egy Isten királyi császár kajátok megint. Én nagyon szeretem, és látjátok, azért fölveszi a tészta, a szaftot, meg a húsit. Hát lehet minden finom. Nem fogom magasztalni, ez nagyon jó. Jó? Na, ennyi dolgot össze lehet egy ilyen békönös sonkás tésztát dobni. Jó étvágyat hozzá, jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!